Folytatódott a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ esemény sorozata. A Jazz Péntek program keretében minden alkalommal fehérvári kötődésű jazzművészek lépnek fel az Öreghegyi Közösségi Házban. Igyekszünk a helyi művészeket és zenekarokat előtérbe helyezni, és nekik teret engedni és népszerűsíteni, mint a mi Öreghegyi Közösségi Házunkat és őket is. Ez alkalommal az érdeklődők Horváth Cintia és Möntör Máté duójával ismerkedhettek meg. Az énekes jazzgitáros formáció 2022-ben adta ki első lemezét, amely a jazztörténet klasszikusaiból áll, néhány hónappal később pedig már a saját szerzeményeiket tartalmazó lemez is elkészült. A pénteki koncert alkalmával ezekből a dalokból kaphatott ízelítőt a közönség. Én Székesfehérváron jártam gimnáziumba, a Tópartiba, mert hogy Csákvárról származom, csak aztán innét elkerültem a Zeneakadémiára több megálló után, és ott voltunk osztálytársak a Cintiával a jazz tanszéken, tehát a Zeneakadémián jazzgitáros szakon végeztem, azóta jazzgitározással, meg popzenei gitározással foglalkozom. Möntör Máté, mint mondja, megszerette a popzene világát is, így többek között tagja volt a Kiskata zenekarnak, Térhené és Kassa Tibi zenekarának is. Horváth Cintia szintén több stílusban kipróbálta már magát, zenei pályáját a klasszikus vonalon kezdte el. Nagyon hamar azt éreztem, hogy én nekem a zene lesz az utam. Úgyhogy már kicsikoromtól én hegedűművésznek készültem, viszont mindig is nagyon szerettem énekelni. Így aztán, amikor felvettek engem Szombathelyre zeneművészeti szakközépiskolába a hegedűre, akkor mellette elkezdtem magánének főszakra is járni, és így aztán a mérleg az átbillent az éneklés felé. A következő jazzpéntek alkalmával a modern, kortárs jazz új generációs képviselője, a Nagy Emma Quintet ad koncertet április 5-én az Öreghegyi Közösségi Házban.